kiöltöztem, mint a karácsonyfa, vágjunk is bele. Jó. Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Százoltán volnék. Ma szeretnénk veletek egy örömhírt megosztani. Mégpedig az, hogy van egy őszhajszálam. Hát teljesen megleptél. Hajni szerint szexi. Hát nem is egy. Na, egy. Ha már itt tartom. Egy, és az is nem ősz, hanem szőke. Jaj, hát igen. Tejfölszőke. Jó, akkor az örömhír előtt azt elmondom most, már elárulnak, hogy mindig azt mondja, ha ő neki találok őszhajszálat, hogy az nem őszhajszál, hanem ugye ő Zoli, mikor pici baba volt, illetve nagyon sokáig nagyon tejfölszőke haja volt, és azt hiszi, hogy az őszhajszálak most újból tejfölszőke hajszálak. Mert egyébként az úgy is van, tehát nincs őszhajszálam. Hajni szerint azt kell mondani, hogy őszhajszálon van, de az tejfölszőke, egyébként pedig megállapítottuk azt, hogy szexi. Az biztos, igen. Na. Szóval az örömhír, amit szeretnénk veletek megosztani, hiszen tudjátok, mi mindig mindent szeretnénk veletek megosztani, hogy akár az örömünkbe is mellénk álljatok, ez pedig az, hogy sikerült végre, nem sok helyre, de eljutnunk adománygyűjtésre. Múlt héten, hétvégén már voltunk is az egyik. Múlt hétvégén, szombaton már voltunk is az egyik áruháznál. Ez most nem az az áruházlánc, amellyel tavaly volt igen, ez? Vagy nem, tavaly pont nem volt semmi. Tavaly előtt ugye végig jártuk a megyéket, jó, nem mindegyik megyén. Három megyében voltunk, Zala, Somogy és Baranya megye. Ugye szinte az összes áruházban megfordultunk, amely ahhoz a bizonyos áruházlánchoz tartozik. Sajnos most még velük nem sikerült megegyezni. Tudjátok, bejött azóta a királyvírus, a háború, nagyon nagy problémák vannak a gazdasági helyzettel. Tessék? Földrengést is kitalálták. Hát az nem nálunk volt. Nem. Hát háború sem nálunk van. Igen, tehát vannak problémák. De ettől függetlenül most egy másik áruház lánccal viszont sikerült szerződésbe foglalni azt, hogy elmehetünk néhány üzletbe, ahogy te is megemlítetted, már voltunk is, ennek nagyon-nagyon örülünk, és ezzel kapcsolatosan is szeretnénk veletek beszélgetni egy picikét. Tudjátok, egyébként az adománygyűjtő akciók során, tehát amikor ott állunk hosszú órákon keresztül, és ugye megszólítjuk az embereket, azért ugye nem mindenki, mondjuk azt, hogy viszonozza a kedvességet. Igen. Hogyan kell ezt mondani? Tehát szokott minket atrocitás érni, mondjuk azt. Erről szeretnék egy picit bővebben beszélgetni veletek, de ezt most egy picit tegyük félre, és inkább ezt majd a videó másik felében osztanánk meg veletek. Már csak azért is, hogy nézzétek végig a videókat. Szóval, amit még meg akartunk említeni, az például a jó öreg KGFB biztosítás. Ez most lehet, hogy picikét uncsi lesz, bár gondolom sokatoknak van jogosítványa és személygépjárműje, úgyhogy nagyon is tisztában vagytok azzal, hogy mi az a KGFB biztosítás, tehát ugye fizetni kell a kötelező felelősségbiztosítást személygépkocsira. Ugye velünk is elő szokott az fordulni, sajnos az utóbbi egy évben, ráadásul kétszer is megtörtént a kőfelverődés. Ezt így szokták mondani? Így. Igen. Kőfelverő. Hogyan? Igen, úgy, kőfelverődés. Tényleg? Igen. Kőfelverődés, nem tudom, mit akartam még utána mondani, tehát na mindegy, kaptunk egy-két kavicsot. Ráadásul az elmúlt pár hétben történt a második, és ez egy évre vetítve, tehát sajnos már kétszer is előfordult velünk, sajnos a biztosítás nem terjed ki erre, tudom, természetesen mondhatjátok azt, hát ott van a kaszkó, akkor majd az megoldja, hát a kaszkó sem jó mindenre, egyébként meg, ahogy mi számolgattunk Hajnival, ha csak az elmúlt 5 évet számoltuk ki, egyáltalán nem érte volna meg kaszkót fizetni, mert abból már tudtunk volna venni egy fél autót, de mindegy. Elmentünk gyorsan egy szakműhelybe, vagy mi a szélvédőjavító műhelybe. Szerencsénk volt, mert azt mondták, sajnos a szélvédő szélétől 10 centire, vagy 10 centin belül a kavicsot kap valaki, azt nem lehet javítani. Na mondom, de jó, akkor ugye vehetünk méregdrága szélvédőt, nem tudom miből, na mindegy.
Szerencsére ettől függetlenül, hogy balszerencsések voltunk, meg tudták javítani, kifizettük. Na de, hogyan kaptuk ezt a kavicsot? Én egyébként nem tudom, nem próbáltam én ezt lefényképezni nektek, hogy megmutassam, de pont ott abban a 10 centi sávban nekünk van egy fekete, fekete csík a szélvédőnél, és akárhogyan fényképeztem vakuval, vaku nélkül egyszerűen nem bírtam úgy lefényképezni, hogy éles legyen a fénykép, és hogy lássátok, hogy ott benyomódott egy kavics, ott elindult a kis hajszálrepedés, ezt sajnos nem tudjuk megmutatni. Ráadásul olyan szerencsétlenek voltunk, hogy két esetet gyorsan elmondok, jó? Kicsit unalmas lesz. Nem unalmas, szerintem sajnos sokat ott találkozik ezzel a problémával. És hát, hogy tényleg ilyenkor, tehát hogyan, ki a felelős, hát kavics az repül, ugye? Valami azt elindítja, de hogy ugye neked kell állni a cechet, pedig azért jó lenne, hogyha erre is ki lenne találva valami. Jó lenne, hogyha a sima egyszeri szerződésben, biztosítási szerződésben ez bent lenne. Tudom, lehet módosítani a szerződést, kifizeted az anyagiakat, pluszba kérhetsz ilyen mindenféle biztosítást, még kártyúra is, meg arra is, hogy rászáll egy madár az autóra, de hát ezt bőségesen ki kell fizetni, holott maga a KGFB biztosítás is rengetegbe kerül. Nem tudom, hogy ti mennyit fizettek egy autóra, de sajnos mi nagyon sokat. Na, azt akartam mondani, az egyik, egyébként természetesen hozzátartoznak a rossz utak. Akkor elmondanám a frisset, nem akarlak untatni benneteket, akkor csak most, ami most történt pár hete. Pont útfelújítás, hát nem mondjuk ezt útfelújításnak, az, hogy kimegy három csóka kis utánfutóval, aztán ráköpik a laza bitument, aztán beletapsikolják lábam, meg rászornak valami lapáttal valami kis finom kavicsot, mert az valami kis apró kavics, de tudom nem konkrétan. Igen, és pont ebből volt a baj. Volt mondjuk ez az út munkálat, én lassítottam is, hogy kikerüljem őket, majd visszasoroltam ugye a haladás iránynak megfelelő sávba, felé pedig jött egy ugye elvetemült állat, aki nem tartotta be a sebesség határokat, szépen fel is nyomott egy kavicsot a szélvédőre, elég érdekes hangja volt, nem éles, hanem talán inkább ilyen tompa, de eléggé hangos volt, igen. Nem álltam meg, akkor mindjárt itt szemezgettünk, hogy akkor látunk-e valamit, nem láttunk semmit, tudjátok azért, mert megmondtuk, hogy pont a szélvédőnek a szélén volt, ráadásul nekünk ott végig fekete csík van, azért nem vettük észre. Akkor vettük észre, amikor már hazaértünk, és a garázsban megvizsgáltuk az autót, és basszus, hát ezzel probléma van, ezzel valamit kell kezdeni. És tényleg ilyenkor jó lenne az, hogyha a biztosítás, az alak KGFB biztosítás kitérne erre, hogy már pedig mondjuk akkor rendben, ne állják az egészet, bár a te pénzedből van az egész cech nekik, tehát ők jól elérnek belőle, évi szinten állandóan meg tudjátok nézni, minden év elején vagy év végén ki van téve a lista, hogy éppen melyik biztosító társaság vezet, hány milliárdot kerestek az adott évben, még ezekben a nagyon nehéz években is, hiszen mindent ráterhelnek az autósra, ugyebár. És jó lenne, hogyha ha nem is vállalnák át 100%-ban ennek a cechét, legalább azért nem tudom én egy pár 10%-ban átvállalná, hogy azért ne minden csak az autósé legyen. Főleg úgy, hogy úgy vannak a biztosító társaságok, hát ez ki kell mondani, ki kell, nem kell kimondani, nyílt titok, mindenki tudja, verik a faszukat a falnak, aztán csak dől a lóvé, mert ez így történik. Igen, bennem meg ugye az volt, hogy igenis kifizethetnék a teljes kárt, csak akkor határozzák meg, hogy nem tudom én, 5 éven belül egyszer fizetik ki, vagy érted, hogyha már azt mondják, hogy hú, mert mekkora összeg ez. Na. Ugye mi sosem okoztunk még balesetet, ne is legyen soha ilyen, tehát ha azt nézzük, igen, megilletnénk néha ilyenkor egy ilyen cechnek a visszautalását például. Tehát hogy ezt mondjuk be lehetne jelenteni, bemutatod a számlát, megpróbálod lefényképezni, bár én nagyon nem tudtam, vagy akkor küldjenek ki egy kárszakértőt, anyánkínja. Ha egyébként van kaszkód, erről te sokat tudnál beszélni, ha egyébként van kaszkód, akkor is olyan furfangosak a kis kárszakértőikkel együtt, azt vizsgálják meg, hogy miért ne legyen fullosba kifizetve a cech. Mit tudod, hiába, tehát akkora, hogyan van ez százalékba fizetett, de most furán akartam kifejezni magam, na mindegy, lényeg a lényeg, megoldják azt, hogy ne térítsék. És nem véletlenül van az ilyenkor a szervizekben, a javítóműhelyekben, hogy
Hát akkor okosan ráírunk annyit, hogy az annyiba került, hogy fedezze némileg meg anyám kínja, össze-vissza írogatják a papírokat, a számlákat, hogy úgymond mindenki jól járjon ezzel. Egy valaki nem jár jól, az maga az autós, a biztosító, meg ilyenkor ugyanúgy hátra van dőlve, és csak dől a lóvé a kasszába. És nekünk volt egy olyan elméletünk a Hajnival, hogy miért ne lehetne azt megtenni. Tudom, lehet, hogy most azt mondjátok, hogy hülyeség, pedig szerintem nem. Egyszer ugye kifizeted, mondjuk ezt az önerőt, a tőkét beleviszed a biztosítóba, ha már rá vagy ugye kényszerítve. Egy évben egyszer kifizeted, nem tudom, 50 ezer forintot befizetsz, mondjuk annyi a te díjad. Befizetted, ott is marad. Nem okoztál bajt, problémát senkinek. Tehát az a tőke megmarad. Tovább viszik. Esetleg, mert ezt most már imádják köpködni, inflációra hivatkozunk, fizes ki az éves inflációt. Tehát a következő évben mondjuk fizetsz 3000 forintot, vagy 4000 forintot, nem tudom. Következő évben megint. De nem úgy, hogy kifizeted az 50 ezeret, meg még az inflációt, meg még az anyám kinyadrágulást, meg még az, hogy a titkárnő ott behúzott egy vonalat a számítógépen. Valami eszméletlen. Minden évben a mi bónusz malusz fokozatunk is ugye folyamatosan emelkedik, ugye egyes éve persze, hát hogyan másképp, és mégis egy csomó pénzt kell ráfizetnünk pluszba, infláción felül. Állandóan drágul a biztosítási díjai. Ott nem csináltunk semmilyen kárt, nem volt velünk probléma. Minden évben már a legelején, ahogy kiküldik, pedig ott még van 2 hónap, már szeretik előre kiküldeni a csekket, vagy ugye lehúzzák a bankszámládról, egy éves díjat egyből... Igen, éves díjat fizetünk nem havonta, vagy negyed évente, hanem ha próbáltuk ugye a legelején, Zoli, kiszámolni azt, hogy hogyan nyújt egy kis kedvezményt, de igazándiból sok... Kedvezmény nincs, tehát azért ott meg vannak vezetve az emberek, ez úgy működik, ha egy... Tehát ha kifizeted az éves díjat egy összegben, akkor állítólag, most maradjunk ennél a számnál, 50 ezer forint. De ha negyed évben játszol, elosztják neked úgy, hogy a teljes év meg kijön 80 ezerre. Ezt azért csinálják úgy, nyilván nekik több a bevétel, és arra akarnak rávenni, hogy egy összegben mindjárt fizest ki. Mert ha nem, akkor azzal jönnek hát, hogy drágább. Nem tudom, mitől lenne drágább ugyanaz a biztosítás, főleg ha nem csinálsz semmit, ugye? Régen, a legelején, az interneten megkötött biztosításoknak tehát sok esetben működött, tehát akkor tényleg volt kedvezménye. Ugye? Általában az emberek csekken fizették be, vagy bementél egy ilyen kis biztosítói irodába, ott várt egy ilyen kis nőci, megadtad az adatokat, megcsináltátok a biztosítást, stb. Bla bla bla. És ezért is került többe, nyilván fizetni kell a dolgozókat is. És ezelőtt, egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, amikor először kötöttük meg interneten, akkor fele annyiba került a biztosításunk. Ez még nem terjedt el akkoriban annyira, elkezdték reklámozni, tudjátok, voltak ilyen különböző alkuszi megbízások alapján. Igen. Tehát akkor így a neten, most kimondjak egy-két ilyen, nem kell kimondani, rengeteg van a neten, fölmész, és akkor ott elintéztek mindent. Esetleg aláírsz, beküldöd, faxolsz, mit tudom én, mit kell csinálni, és akkor ők majd intézik az adott biztosító felé, amelyet te kiválasztasz a listából. És a legelején ez működött nekünk, akkor ez segített, fele annyiba került a biztosítás. Na de 13 évvel ezelőtti sztoriról van szó, azóta már mindenkinek a telefonján van mobil. Ugye? Tehát veletek van az internet, akárhova is mentek. És ma már ez annyit nem nyom alatba, ezt elfelejtették, kipróbáltuk. Bementünk személyesen, úgy kértünk ajánlatot, majd ugyanúgy az interneten keresztül is beütöttem mindenféle elkedvezmény, ugye elkedvezmény, internet, ethernet kedvezmény, mindent beütöttem. Hívhattok, írhattok, megadtam minden adatot, még olyat is, ami semmi értelme nem volt, és egy forinttal nem lett kevesebb ez a díj. Tehát ma már nincs ilyen, hogy interneten megkötött és olcsóbb, itt már azzal tudnak játszani, hogy fizes ki egy összegbe, mert ha nem, akkor többbe fog kerülni. Ja, és amiről beszéltünk?
Ilyen szélvédőkárról, ugye? Általános unalmas, ugye, biztosításról beszélünk, ne haragudjatok, igen, hogy hát jó lenne, ha csak egyetlen egyszer vinnéd be a tőkédet a biztosítóhoz, és utána nem nyúlna le. Nyilván, hogy csak csinálsz valami kárt, vagy valami, akkor azt is úgyis kiszámlázzák, felemelik a díjadat, meg stb. Ja, igen. És mivel nekünk volt több kavics kőfelverődésünk, valamint észrevettük, hogy minden évben eléggé mohó lett. És ugyanannál a biztosítónál vagyunk. Ezer éve ugyanannál a biztosítónál, és mivel minden évben ráteszik elég keményen az emeléseket, úgy döntöttem, hogy felveszem velük a kapcsolatot. Telefonon nem értem el semmit, teljesen mindegy, ők ezen nem. Tehát először is bementem személyesen. Hát a kislányka nem tud segíteni, mert hát mutat fel az égre, nem tudom mit kell nézni, központilag történik itt minden, én ebben nem tudok segíteni. Akkor mondom, adja meg a központot, és akkor megpróbálok én valamit elérni. Kaptál telefont, nem érsz vele semmit. Akkor írtam egy hivatalos levelet. 30 nap, hogy mennyit kell várni. És akkor egyszer kaptam egy olyan üzenetet tőlük, hogy panaszként kezelik az én levelemet, aztán így megint 30 nap. Nem tudom, mitől panasz, én csak leírtam azt, hogy azt vettem észre, hogy évek óta folyamatosan emelkedik a biztosítás díjai, hogy lehet-e egyébként valamilyen kedvezményben részesíteni engem. Tehát nagy dolgot nem kérdeztem. Vagy hogy miért ne lehetne az, hogy kicsit stagnálna, vagy valami. Kivártam, és akkor elküldték a válaszoltak, jött az e-mail, nem kaptam még ilyen e-mailt, le volt kóddal védve. Ugye meg kellett adni a születési évet, meg mit tudom, milyen számsort kellett beütni, PDF-fájl volt, nem tudom, ez valakinek mond-e valamit. És akkor beütöm, minden hibás. Mondom, most akkor el se tudom olvasni a levelet, meg kiderült, hogy nem kell pontokat tenni, mit tudom én, de add meg a születésével, stb. Csak ne tegyél pontokat közé, na mindegy. Erre is úgy jöttem rá, mert nem volt leírva, hát azt gondolod, hogy akkor megadott, hogy mit tudom, 1970, pont 07, anyám kinya, nem? Ki kellett hagyni a pontokat, rájöttünk. Na, mindjárt azzal kezdték, és már tudtam, hogy nem is érdekel ez az egész, tudtam, hogy nem fognak velem foglalkozni, a legelső mondatuk az volt, Én, mint ügyfél, mivel én adtam ajánlatot nekik, a biztosítónak, na mondom, itt már el vagyunk kapálva. Mi az, hogy én adtam ajánlatot? Én nem adtam nekik ajánlatot. Maximum ők küldik ki minden évben, hogy ennyi lesz a következő évi biztosításod. Ó, de ha te erre nem reagálsz, vagy reagálsz rá, hogy oké, elfogadod, teljesen mindegy, ők ezt annak könyvelik el, hogy te adtad az ajánlatot nekik, holott ők adták. Már itt meg akarnak vezetni, mekkora hülyeség ez az egész, nem? Én adtam az ajánlatot, amelyet ők elfogadtak, és ezért van kiszámlázva. Most, ha én adom az ajánlatot, akkor miért nem adhatom úgy az ajánlatot, hogy akkor megszabom, hogy fele annyit akarok fizetni? Ó, azt már nem lehet. Következő mondatuk, figyeljetek! Ez egy egyoldalú szerződés a biztosító részéről. Az előbb még én voltam itt a nagy kutya, én adtam az ajánlatot, most már a biztosító egyoldalú szerződés. Tehát kussa nevet, csak fizetned kell. Akkor még volt egy olyan mondatuk, a harmadik mondat az az volt, hogy üzletpolitikai szempontból vannak meghatározva az árak. Jelentsen ez bármit is. Nesze semmi, fogd meg jól. De azért kaptam egy olyan kedves mondatot is, hogy nekünk nem célunk megkárosítani ügyfeleinket. Eldöntheti, hogy szeretne, ha még beleférsz az időbe, ugye, 30 nap vagy mennyi, átmenni másik biztosítótársasághoz. Szívem jogom ezt eldönteni. Ennyi volt. Tehát semmit nem kaptam. Még annyit sem, hogy jó, akkor stagnál, vagy valami, vagy kapsz 1% kedvezmény, semmit, le se szarnak. És azt se válaszolták meg egyébként, hogy akkor most hogyan működik ez a bónusz-malusz fokozat. Semmit. Egy oldalú szerződés, de én adtam az ajánlatot, na mindegy. Úgyhogy nagyon érdekesek ezek a biztosító társaságok, hát hihetetlen. Igen, és ugye a legszégyen teljesebb dolog, hogy ugye ti is, mint mi is, a normális emberek, az utolsónkat akkor is a legelső az, hogy az ember kifizeti a csekkeket, persze, a számlákat, vagyunk mi, akik ezt megteszik, és van a másik réteg, aki szarik erre az egészre, általában azok okozzák a kárt, kiknek, olyanoknak, akik normálisan fizetnek,
és természetesen azok maradnak a szarba, akik normálisan kifizetnek mindent, mert aki okozta, ő neki nincs biztosítása, és akkor vagy eldöntheted, hogy akkor önerőből kifizetett te, vagy pereskedsz velük évekig, aztán a vége ugyanaz lesz, hogy mivel állítólag ő nekik nincs vagyonuk, meg ez, meg az, meg amaz, bemaradsz a szarba, tehát te állod a kárt, azt, amit más okozott. Értem én, hogy valamilyen szempontból felelősségre akarják tanítani az embereket. És kell egy olyan rendszer, ami valamiféle biztonságot nyújt, ugye a közlekedők, az autósok számára. Ha történik valami kár, azért fizetem, és akkor utána, nehogy azt itt, hogy díjmentesen, de mondjuk azt, hogy díjmentesen meg lesz oldva, meg lesz csinálva az autód. A sima, egyszeri biztosítás erre nem elég. Nem véletlenül van a kaszkó, de a kaszkónál is nagyon kell arra figyelni, hogy ugye megvannak az őrészek, stb. Hány százaléka, miképp, hogyan. És akkor megy a fusi munka, hogy akkor mit, hogyan írjuk majd a papírra, hogy akkor hogyan raktuk fel a lökhárítót, hogyan fényeztük le, stb. Megpróbálunk többet ráírni, mint a valós, meg stb., igen, hogy némileg az fedezze. Ez olyan jól van kitalálva, nyerészkedik a biztosító, nyerészkedik a szakműhely, vagy javítóműhely, az autós meg csak dengeti a lóvét, mert más nem tud csinálni. És én nem tudom, én nem igazán értek vele ezzel együtt. Nálunk annól emlékszem, édesapámnak is volt baleset, egy motoros belement hátulról az autóba, vagyis a motoros tolták rá édesapám farára, ott megsérült az autónak a hátsó része, kijött a szaki, elkezdett fényképezni, egy flagba punkó köcsög volt, már elnézést kérek, gyerek voltak, de most kibonthatom, én nem mutatnám ki, lófasz nem kapott apu, pár ezer forintot, igaz, ez nem most volt, de semmi, még egy festékre sem volt elég, semmire nem volt elég, aztán kitört egy darab a lökhárítóból is, na mindegy. Tehát, és egész végig azon hőzöngött az ember, hát ez régi autó. Most nem is értem, hogy nem tök mindegy milyen autó. Kár, régi autó. Kár. Természetesen, jó, nyilván az autóhoz mérten, de nem úgy, hogy semmit nem kapott. Remélem, nekünk sose lesz komolyabb problémánk, ne is legyen semmi, de ez a rendszer egyáltalán nem működik. És mondom, meg tudjátok nézni, hogy milyen milliárdok jönnek be a biztosítóknak. Hát mindenki döngeti, már aki kifizet ugye biztosítást. Egyrészt kénytelen is vagy, mert hát muszáj, mert akkor kockáztatod a forgalmit is. Nem tudom, hogy ezt manapság mennyire ellenőrzik a rendőrök. Hát most már pár éve egyáltalán nem kérik el a biztosító szelvényt, vagy mi az. Igen. Nem. Vagy erre fent van a rendszerben, mégis szólnak rá, én nem tudom. Lehet, hogy van egy sokkal jobb központi rendszer, amikor lekérik a rendszámot, akkor látják a biztosítást is. Nem tudom, régen ugye kérte a rendőr, és megütötted a bokádat, ha nem tudtad odaadni a befizetett csekket, vagy valami. Lehet, hogy ma már ezt is külön vették, fogalmam sincs, nem tudom. Na mindegy, de hát így aztán azt számolgattuk hajnyival, hogy egy autót is vehettünk volna már. Nyilván nem 100 milliós autót, de egy hétköznapi melós autót már vehettünk volna a sok biztosítás árából az elmúlt nem tudom hány évre visszamenőleg. Valami hihetetlen. Vagy azt a pénzt mondjuk lehetne költeni a műszaki dolgokra is. Egy fék cserére vagy valami. Mit tudom én, most csak ez jutott eszembe. De az, hogy minden évben tejelj, miért tejeljünk? Egyszer beleadtuk a tőkét, úgy forgassák, ahogy azt kell. Hát akkor szívem, akkor képzeld el, az a rengeteg úgymond madám, meg nem tudom, milyen öltönyös ember, miből jönne benne. Igen, de semmi értelmet. Hát ez értelmetlennek tartom ezt az egészet. Nagy irodaházakat tartanak fönn ők is. Például... Hihetetlen, hogy igen, például ezeket keresnek. Beszélhetünk a súlyadóról is. Beszéljünk a súlyadóról, hagyjuk a fenébe. Mindegy, az a lényeg, hogy szipi-szuper utak vannak, nem sehol egy mini kártyú sincsen, hogy megsérülje vagy valami. Azt azért, mert minden évben lengétségalapítót cserétetni az autóba, mert szétszedik az utak. Még akkor is, ha már úgy mész az utcán, hogy fölemeled az autót, aztán sétálsz. Na mindegy. Hát tényleg. Na szóval ez elég bosszantó. Igen, hát... Szerintem, ahogy te mondtad itt az elején. És nem hiszem, bocsánat, nem hiszem, hogy csak mi gondolunk erre így, nem? Szóval... mondani, hogy szerintem nem volt ez unalmas, hogy ezt is megemlítettük, hiszen ti is szoktátok kérni, hogy aktuális, meg bármilyen hétköznapi témáról beszéljünk, és ugye minket ez bosszantott éppen pont, hogy már tudom én hányadszor ér minket ilyen kár. Kifizetik a kavics felverődést is. De az nem a sima biztosító. És amint már mondtuk,
így előre persze ezt nem tudod így kiszámolni, visszamenőleg ki tudtuk számolni, hogy mondjuk az elmúlt egy évben volt 2 ilyen javítási költségünk, és az elmúlt 5 évhez képest, ha kaszkót fizetünk, mennyibe kerül? Hát nem éri meg. Sajnos. Hát sajnos. Vagy nem sajnos. Hú, na mindegy, szóval mindenkinek ugye szíve jobb eldönteni, meg nem is az, hogy te hogyan döntesz, hanem a te pénztárcát sokszor az határozza meg az embernek azt, hogy most fizes ilyenért, vagy ne fizes pluszba. Azért jól esett volna, hogyha azt mondják, nem kell adni 100%, nem kell adni 10% kedvezményt, ha csak egyetlen 1%-ot azt mondta, hogy erre azért adok 1% kedvezményt, akkor ma azt veszem észre, hogy fontos vagyok. Nem? Megbecsülnek, mint ügyfél, mint vásárló, mit tudom én. De hát nem. Egyoldalú szerződés. Üzletpolitikai árak. Nincs szándékunkban megkárosítani senkit. Hát nem tudom, most akkor számoljuk ki, hogy mennyit fizettünk az elmúlt 13 évben. Mit kaptunk érte? Mit kaptunk érte cserébe? Semmi, basszus. Csak elment valóval lóvé. Jó, értem én, tehát ne gondoljátok azt, hogy mi azt akarjuk, hogy minden autós csak saját felelősséggel menjen ki az utakra, és hogy majd, ha lesz kár, én kifizetem. De vajon mennyire fog segíteni ez az alap? Hétköznapi biztosítása van egy kár. Mert akikkel mi beszéltünk, ott csak is probléma volt ezzel, és soha semmit nem akarok, és főleg nem akarok egy olyan autóst, akinek aztán még ennyi biztosítása sincs, mert akkor biztos a falnak megyek, nem tudom. Így van. Főleg amikor már bárhova megyünk, olyan emberek vannak az utakon, mindenki ott éli ki a nem tudom én miért, hogyan kell ezt mondani. Felsőbbrendűnek érzik magukat az emberek, akik már beülnek egy autóba sokszor. Brutálisan miket, hogy mit csinálnak. Letolják a másikat, igen, ledudálják, ráhúzzák a kormányt, ott is előznek, ahol már nem kéne. Valami hihetetlen világban élünk. Pedig csak annyit kéne csinálni, hogy A-ból B-be nyugodtan eljutni. De hát nem lehet. Így van. Na. Úgyhogy én azt akartam itt az előbb mondani, hogy én úgy gondolom, de nem hinném, hogy csak így én gondolom, úgyhogy ez nem egy unalmas téma, hiszen semmi olyat nem mondtunk, ami akár veletek ne történhetett volna már meg, vagy ne történhetne meg. Persze mindenkinek azt kívánjuk, hogy balesetmentesen közlekedjen, és ne érjen benneteket semmilyen kár. Így van, ez jó végszó, és én még csak annyit mondanék akkor a másik kárra, a kavics felvelődésre, ott pedig egy nagyon kedves, nagyon tiszta traktor okozta. Aki le se szarta az egészet, ilyen nagy cullangok lógtak a traktorok, ilyen kövek beszorulva a traktor gumiába, le se szarta. A szép, tiszta traktor az ugye kell a kenyér a boltokba, ennyi. De azt, hogy széttöri az autókat, az nem számít. Na mindegy. Gondoltam, ezt még megemlítem. Jó. Hát köszönjük szépen ezt is. És ugye itt a videó elején beszéltünk nektek az úgymond örömünkről, hogy elmehetünk és gyűjthetünk. Ugye itt azért... Igen. Elmondhatom. Annó, amikor én mentem Kresszre, képzeljétek, ezt még tanultuk is. Nem tudom, hogy ma már ez benn van-e a Kresszben, pedig én nem vagyok olyan öreg, mondhatni, talán még van egy kis fiatalságom, nem tudom, tehát nem olyan rég volt az én Kressztudásom, és benne volt az, akár tehergépjárművekről, traktorokról, vagy van mezőgazdasági vontatókról, nem tudom, mikről volt szó, tiszta, egyébként személygépkocsira is igaz, tiszta gépjárművel szabad az úttesten közlekedni, vagy az úttestre fellépni, vagy hogyan felhajtani. Ha olyan a gépjármű, akkor le kell tisztítani, le kell venni a sarakat, meg nem tudom én, mik vannak, főleg egy a mezőgazdasági vontatón. Értem én, hogy mindenki siet mindenhova, mint nem tudom, hogy hogyan, de basszus, fogja meg azt a lapátot, vagy a spaklit, nem tudom, legalább a nagyját kaparja le. És akkor nem törte volna be a szélvédőnket. Igen. Na, erről ennyit.